Beléptünk ide az alkotó műhelybe, és az első, amit én megláttam, a felirat, hogy álmodj, tervez, alkos. Mi volt itt az álom? Mi valósult meg? Hogyan indult ez az egész? Elég sokszor jártunk a diákjaimmal különböző külföldi hasonló helyeken, és 2013-ban fogalmazódott meg bennem először az álom, hogy valami hasonlót csináljunk, és azóta folyamatosan keresem a helyet, és ebben az évben, pontosabban az elmúlt évben valami nagyon sikeres együttállás eredményeként meg tudtuk az álom után tervezni, és meg is alkottuk ezt a műhelyt. A családokban a szülők egy kicsit ilyen helikopter szülőkké váltak, tehát nem nagyon akarják engedni a gyerekeket a szerszám használatban. Nincs a nagypapának már műhelye, ahol kipróbálhatná a gyerek a manuális készsége, az milyen vagy hogyan is fejlődhetne. Az alkotó műhely része a fa megmunkáló tér is. Itt ilyen kis csodálatos mini asztalokat csináltok, de hogyan tudtok ti a műhelyhez csatlakozni? Hát ugye itt az asztalok elkészítése, tehát ugye itt a tervezésnél kezdődik. A tervezés során a rajzok, és a rajzokhoz egy órán meg tudjuk mutatni ezeket, ugye muszáj ilyen makettekbe, illetve így tudjuk bevinni. Ez az otthonokban mindenkinél szinte megtalálható étkező asztalok. Nagyon ügyes, te pakoltad? Nagyon ügyes vagyok. Az én fejlesztésem egy biológiai mérőlabor középiskolásoknak, amivel többféle ilyen biológiai mérést szeretnék majd végezni. Egyelőre található benne ez az elektromiográfia mérés szorítóerővel és EKG mérés. Fantasztikus. Mit kell csinálnom? Elindítom a mérést, és akkor majd meg kell szorítanod azt a labdát. Amúgy pont jobbkezes vagyok, és a bal kezem nem túl erős, ezért most ez lehet, hogy nem lesz. És akkor itt látható ennek az EMGL-nek a nagysága, itt pedig a szorítóerő látható. És így lehet mérni, hogy a szorítóerő függvényében milyen nagyságú elektromos jelet adnak ki az izmaid. Ugyanezen ezek a apró pici elektromos jelekkel lehet működtetni ezt a kezet. Ez a szenzor érzékeli a kicsi jeleket, felerősíti, és egy olyan jellé alakítja át, amit egy ilyen mikrovezérlő tud kezelni. Szimulátor, méghozzá heggesztés, ugye? Hogy itt így van, heggesztő szimulátor. Meg tudják tanulni a diákok. Honnan jött egyáltalán az ötlet? Ön heggesztő, oktató? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Én egy középiskolában vagyok mérnöktanár. Immáron 25 éve tanítok hegesztőket, minősített hegesztőket, illetve a gépészeti szakmacsoport számos szakmájában tanítok több iskolában. A szakmai vizsga követelményeknek megfelelően, itt látszik a kis pulton, az összes hegesztési pozícióban szinte minden hegesztési technológiát kipróbálhatnak, még a porbeles eljárást is, amellett, hogy nincsen por, füst, gőz, gáz. Most egy bevont elektródás kézi hegesztést fogunk akkor gyakorolni. Jobb kezesre állítom. Jó. Fel kellene venni a sisakot úgy, hogy a két műanyag fülnél így meghúzni. Egészen közelítsük, úgy, fejjel is, nagyon jó. Nagyon jó. És egészen próbáljuk meg odaérinteni a zöld pöttybe. Most kell, most! És ilyen sebességgel elkezdünk ívet kelteni. Felül pedig gyönyörűen látszik az haladási szög, a munkaszög, a sebesség. Hú, hát ez nagyon nehéz. Igen, nem egyszerű. Ha közelebb hajol, akkor magát a varratot meg tudja nézni közelről. Hát ezen rengeteg varrathiba van. Na, ott van egy fél centis szakasz, ami jó. Itt van ez a két kesztyű, Bence. Mit kell erről tudni, ezt te fejlesztetted ki? Kiknek jó, kiknek fejlesztetted ezt? Ez egy jeltolmács kesztyű. Az a lényege, hogy létrehoz egy egyirányú kommunikációt a siketember és a halló ember között, így segítve a siketemberek társadalmi integrációját. Maga a kesztyű építését körülbelül 2,5 évvel ezelőtt kezdtem el. Rengeteg munka van benne, de nem csak az én munkám. Jelenni nem tudtam, a kesztyű építése során tanultam meg, de nem egyedül, kaptam ebben is segítséget, hiszen így magamtól nem igazán tudtam átérezni, hogy mi az a jelnyelv, milyen egy siketember élete, és akkor felvettük a kapcsolatot egy ilyen nyelvoktató tanárral. És milyen példamondatokat raktál most ebbe bele? Van rajta egy olyan, hogy én diák vagyok, aki segíteni akar sérült embereknek, és akkor igazából én ezzel jelelek. Itt a két kesztyű össze van kötve egy áramforrással, és itt pedig a hangszóró látható, az teljesen vezeték nélküli, és ő mondja ki az adott szót.
sérült, segíteni. Én diák vagyok, aki segíteni akar. Ez itt a fémmegmunkáló műhely. Ha körülnézünk, akkor látszik, hogy ide még szükséges jó néhány eszköz, jó néhány berendezés. Folyamatosan fejlődünk, itt egyelőre ennyi van. Amit nagyon nagy mértékben kihasználnak a diákok, az a lézervágó, ez folyamatosan működik. Látom, hogy ott gyönyörű munkák vannak. Dolgok is készülnek. Ez éppen ennek a kis szobának a képmása, majd hogyha már teljesen be lesz rendezve, akkor... Majd akkor egy másikat is kell csinálni helyette. Végre én is kipróbálhatok valamit, ami egy olyan drón lesz, amit állítólag nem lehet tönkretenni, összetörni. Hogyan működik ez? Ötletes megoldás, mert nem törik, hanem széthullik, és akkor újra összerakható elemeiből. És nagyon érdekes megoldás, mert egy ilyen légpárnás jármű is ugyanebből a készletből kialakítható. Az a fajta térérzékelés és az a fajta probléma megoldás, amit a drónok vezetése nyújt, az szerintem olyan készség, amit fejleszteni kell. Így van. Akkor én ki is próbálom, életemben először, tényleg, erre rányomok, ezzel megyek fel, ugye? Ezzel meg irányít. Hoppá! Kész. Hát, úgy tűnik újra összetörhetem.